Színház élet 1924. A Marica grófnőről. Lábas Juci Maricája a szerzők álma. Operett primadonna pályáján kimagasló esemény, amikor eljátsza Marica grófnőt. Lábas Juci pályájának is a legmagasabbra emelkedő pontja ez a szerep. Varázslatos egyénisége, szépsége, arisztokratikus fensőbsége, megjelenése, színész tehetsége, gyönyörű hangja együttesen keltették életre azt az alakot, amely a szerzők álmában él. Tökéletesebb és különb operett-primadonna alakítást még alig láttunk. Partnere Kis Ferenc, most is férfias, becsületes, egyenes, nyílt alakot hozott színpadra a tisztartó szerepében. A drámai színész minden zsenialitása ott volt a próza és ének jeleneteiben, de talán még táncaiban is. Egészen különös, újszerű, diszkrét és finom könnyedséggel formálta a Bon Vivant figurát. Mulató jeleneteinek tüzes, magyaros hangulata szinte átömlött a nézők szívére és kedélyére is. Váli Ilona és Rátkai Márton természetesen a vidám elemet képviselték annyi temperamentummal, tréfával, ötlettel, kedvel, hogy bőségesen telett belőle minden jelenetre. Váli Ilona elragadóan poetikus, közvetlen alakítása a Rátkai Márton kivételes tehetségének ördöngös eleményességgel, megint bravúros táncokkal átszőtt komikus bárója, igazán értékes oszlopa az előadásnak. Szeretettel és ünneplő kedvel látta viszont a közönség Pálmai Ilka grófnőt, aki a harmadik felvonás hercegnőjét játssza az ő egyéni arisztokratikus kedvességével. Latabár kabinet figurája, poros eredeti humortól duzzadó alakítása, Szilmai Imre, Raskó Géza, valamint Pásztor Ferike nagyszerű játéka és éneke erősségei az előadásnak. Tihanyi. Sokszor kellett már ismerni a legkomolyabb kritikának is, még pedig fenntartás nélkül Tihanyi Vilmos szinte korlátlan rendezői zsenialitását. Él és mozog a színpadon minden a keze alatt. Hullámzanak a színek, emberek és tárgyak. Változnak a hangulatok úgy, mint egy ezermester kezében változik a selyem zsebkendő színe. Az előadás sikerének nagy része az övé, de őszinte elismeréssel kell leírni Nagy Pál Béla karmester, Básti István rendező és Faragó Géza a kosztümök tervezőjének nevét. Kálmán Imre hódító zsenialitás, értékes, lelkekben lopózó gyönyörű muzsikáját, Harsányi Zsolt kongeniális magyar fordítása és költői verszövegeinek tolmácsolásával szólaltatták meg. Lábas Juci, írta Szász Zoltán. Lábas régebben szubrett volt, most az úgynevezett koloratú primadonna szerepet játszotta. Tehát komolyabb, mélyebb járatú, érzelmileg kifinomultabb jelleget kívánó szerepet. Már első belépésekor a színpadra észre lehetett venni, hogy egész egyénisége ebben az irányban megváltozott. Régebben duzzadóan és feszülően erőteljes test karcsúbb, megnyúltabb, lágyabb vonalú lett, és arca is, mint a szellemibé, finomabbá változott volna. Ma kétségtelenül egyike a legszebb pesti színésznőknek. Arca a délszaki, szenvedélyes és mégis nemes vonalú szépség szinte hibátlan példája. Vála, karja, egész felső teste is csupa nemesség és előkelőség. Talán az egyetlen diszharmónia, mely rajta felfedezhető, az alsó és felső test jellegek közti csekély ellentétesség. Felül igazi grand dame, alul inkább benyecske. A lábai, bár remek formájúak, nem elég hosszúak. Éppen ezért lábas ülve és fekve varázsosabb, mint járva kelve. Így aztán s általában minden tevékenysége közben rendkívül hódító
és csillogó jelenség.